Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják itt, a TV Szentendrén. Elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Városfejlesztési alpolgármester november végével lemond mandátumáról dr. Török Balázs. Karbantartás, vízhiány várható november 16-án és 19-én Szentendre több utcájában. Mikulás gyár 5. alkalommal Szentendrén. November végével lemond dr. Török Balázs, városfejlesztési alpolgármester. A feladatot 2010 óta látta el, döntését a polgármester elfogadta. Szentendre szolgálatában eltöltött 8 év után dr. Török Balázs, városfejlesztési alpolgármester tájékoztatása szerint tisztségéről november 30-ával mond le. Ez olvasható a szentendrei polgármester előterjesztésében, melyet a mai testületi ülésre nyújtott be. Török Balázs távozása változásokat hoz Szentendre költségvetésében is. Az előterjesztés szerint illetménye havi bruttó 674.600 forint volt, ez 2018 decemberétől megtakarításként jelentkezik. Versegi Nagy Miklós arra kérte Török Balázst, hogy a zökkenőmentes átmenet érdekében, ha nem is főállásban, de városfejlesztési megbízottként továbbra is vegyen részt a munkában, megbeszélésükön ebben is megállapodtak. Feladatai közé tartozik majd egyebek mellett a beruházási programok és a költségvetés, illetve a projektek megvalósítási terveinek összeállítása, a pályázati projektek felügyelete, vagy éppen a közlekedésfejlesztésben és területfejlesztésben való tanácsadás. A megbízási szerződés határozott időtartama december 1-től 2019. szeptember 30-áig szól. Megbízási díja 10 hónapra, havi bruttó 400.000 forint lesz. Hagyományos Barcsai Jenő megemlékezést tartottak november 14-én a Hanvas Bélapest megyei könyvtár olvasótermében. A magyar festő és grafikus tiszteletére rendezett eseményt a Barcsai Jenő Képzőművészeti Alapítvány és a Barcsai Jogörökösök szervezték. A Jenő napi megemlékezésen három vendég vett részt. A beszélgetés egyik résztvevője, Feledi Balázs, művészettörténész, az alapítvány kuratóriumának tagja volt. Az a generáció vagyok, aki még éppen személyesen is találkozhatott Barcsai Jenővel, ráadásul az a különlegesség, hogy nem is annyira Szentendrén, hanem inkább Budapesten. És az ezekkel kapcsolatos személyes emlékeket fogom én föleleveníteni. Elsősorban a főiskolai tanári időszakán, azt, amikor ugye 45-től 75-ig a művészeti anatómia és hát általán aztán tárgyábrázolásnak nevezett tantárgyat tanította. A Szentendrei Festők Társaságához 1929-ben csatlakozott a festőművész. Élete utolsó éveiben gerinc és ízületi betegség miatt már nehezen dolgozott, de az ecsetet sohasem tette le. 88 éves korában hunyt el. Jenő bácsit szerette a közértben az eladó, Jenő bácsit szerette a vendéglő, akinél minden nap ott ebédelt egy időben, konkrétan az Aranysárkányban, de néha váltotta a vendéglők között. Jenő bácsit szerették a szomszédasszonyok, számon tartották, hogy köszönt nekik a Barcsai Jenő, amikor az utcán találkoztak vele, tehát valóban egy hihetetlen személyisége volt Jenő bácsinak, ami elvarázsolta az egész környezetét, bennünket is, a múzeumosokat. Halálának 30. évfordulójának alkalmából tartott megemlékezésen többen részt vettek, akik a képzőművészet iránt érdeklődnek. A beszélgetést Krisz Bain és Szabó Éva vezette, aki mellett Szabó Noémi művészettörténész, a Ferenci Múzeumi Centrum osztályvezetője is felszólalt. A művészettörténész évek óta foglalkozik Barcsai életművének kutatásával. Szó lesz arról a fontos dologról, hogy a Ferenci Múzeumi Centrum kezelésében van Barcsai Jenő hagyatékának egy jelentős része, amit még a művész adományozott a múzeumnak 1978-ban, úgyhogy idén nem csak az ő halálának a 30. évfordulóját, hanem a Barcsai Múzeum megnyitásának a 40. évfordulóját is ünnepeljük. Ugye ez a múzeum 78 óta folyamatosan nyitva volt, a Dumcsa Jenő
utcában, Szentendre főutcájában egy régi barokk házba került kialakítása ez az állandó kiállítás, amit Barcsai Jenő még ő maga rendezett első állapotában. Amikor 2015-ben megcsináltuk ezt a kiállítást Hódmezővásárhelyen, akkor én elsősorban Barcsai korai időszakával foglalkoztam, és abban mélyültem el. Kollégám Herpai András foglalkozott a 45 utáni korral, és egy külön témaként az anatómiával, Horváth Gyöngyvér. És amikor én valóban egy éven keresztül kutattam ezt a korai időszakot, ami ugye itt a 20-as évek, tehát 20-as évek elejétől, ahogyan ő Magyarországra került, felvételt nyert a főiskolára, tartott egészen 45-ig, egy elképesztően sokrétű, hihetetlenül izgalmas, nagyon sok kísérletezéssel és meglepetéssel teletűzdelt 20 évet találtam. Arról is szó volt, és Balázs nagyon jó, hogy említette ezt a bizonyos önéletírásokat, ahol ugye Jenő bácsi is nagy hangsúlyt fektet a korai időszak elmesélésére, és a rengeteg forrásértékű, olykor tudvalevő, tehát alátámasztható az, hogy talán nem emlékezett rosszul, talán nem is akart mindig jól emlékezni. Tehát, hogy az első 20 éve, 45-ig tartó 20 év, munkásságának 20 éve, az számára is sokszor dühöt vagy elégedetlenséget váltott ki. Barcsai estén az esemény harmadik meghívott vendégeként szintén egy barcsai jogörököst hallgathattak az érdeklődők. Én pedig nem beszélni fogok a barcsai mozaikoknak az áthelyezéséről az újpesti úszodából a csillaghegyi forrás, Árpád forrás fürdő úszodába, és ennek az egésznek a bontásáról, az előkészítésről és az új helyre való felragasztásáról. Mi is azért jártunk Európába, és amerre mentünk, mindenhol, ha szóba került a barcsai, mindenhol ismerik és nagy tisztelettel vannak. Ha azt mondom, hogy a Barcsai Anatómia könyv az idén lett a 20. kiadása, és 14 nyelvre van lefordítva ez az anatómia könyv. Ha minden igaz, hogy mi is tudjuk, a magyar fordításban a Biblia után a Barcsai anatómia könyv a legszínvonalasabb, arra értelemben, hogy lett lefordítva. Kedves Jenő bátyánk, onnan fentről, hogyha látsz bennünket és hallasz bennünket, akkor vedd ugye ezt az egészet, hogy mi mindent elkövetünk, hogy tovább vigyük a barcsai szellemi hagyaték ápolását. Manapság is jelen van Jenő bácsi, leginkább az idősebb korosztályban. A fiatalabb korosztály is gazdagodhat előadásokon egy-egy barcsai alkotással, tette hozzá Kónya Ferenc. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT értesíti a helyi lakosságot, hogy ivóvíz közműhálózat karbantartási munkák miatt 2018. november 16-án és 19-én 8 órától 17 óráig nyomáscsökkenés, az ivóvíz szolgáltatás szüneteltetése várható Szentendrén az alábbi területen. Lévai utca, Kovács László utca, Lehel utca, Lehel köz. Továbbá kérik, hogy háztartásonként szíveskedjenek gondoskodni elegendő vízmennyiség vételezéséről. A karbantartás ideje alatt a lerakódott üledék felhasználói hálózatba bejutásának elkerülése érdekében kérik a vízvételi helyeket vagy a vízmérő előtti főelzáró csapot zárva tartani. A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgás-barna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő. A mosatás, fertőtlenítés miatt erősebb klórszag érezhető, ami az egészségre ártalmatlan. Karácsonyi adománygyűjtés lesz 5. alkalommal a Szentendrei Castrum Centerben, a Mikulás gyár Szentendrei gyűjtőpontjában december 1-e és 21-e között. Az ünnepi megnyitó december 1-én szombaton 15-től 17 óráig lesz a Szolgáltatóház rendezvénytermében, ahol ünnepi köszöntő és a Veldenz táncosai várják az első adományozókat. A szervezők a Szentendrei gyűjtőponthoz többi között tartós élelmiszereket, konzerveket, zacskós leveseket, olajat, lisztet,
tésztát, cukrot, befőttet, édességet, tisztálkodási és tisztítószereket, használ, de jó minőségű is tiszta ruhákat, jó állapotú játékokat és könyveket várnak. Mindenkit várunk december 1-én az ünnepi megnyitóra, ez szombaton lesz 15 órai kezdettel, ahol egy kis ünnepi köszöntő, egy kis táncos produkcióket csinálóként kap helyet majd, és hát mindenkit várunk már az első adományokkal tulajdonképpen itt a december 1-i megnyitóra, és utána pedig egészen december 21-ig lehet hozzánk hozni az adományokat. Az adományokat a Filantrofi Alapítvány juttatja el a Szentendrén és környékén mély szegénységben élő családokhoz, illetve a rászorulókhoz. Elég sok karitatív kezdeményezés és gyűjtés zajlik így karácsony előtt főleg, bár azt gondolom, hogy fontos, hogy egész évben próbáljunk segíteni, de ilyenkor azért egy picit nagyobb figyelmet kap az adományozás, tehát nyugodtan lehet akár dobozban is hozni, de természetesen itt ez nem kötelező, és nem kell dobozba tenni az adományokat, hiszen úgyis válogatásra, szétválogatásra kerülnek. Elsősorban tartós élelmiszereket várunk, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, mert hogy tulajdonképpen egy picit minden évben kevés, vagy épp hogy elegendő, és szeretnénk minél több mély szegénységben élő rászoruló családnak és idős embernek segíteni. És a tartós élelmiszerek közül az alapanyagokon felül, mint liszt, olaj, cukor, tészta például, nagyon fontos, hogy kész, illetve félkész ételekre is gondoljanak az emberek, amelyekhez nem kell egyéb hozzávaló, akár csak forró víz elegendő, és nem kell eszköz sem. Konzervkészétel, májkrém, zacskós leves, befőtteknek nagyon örülnek, savanyúságnak, és hát karácsony közelettével az édesség is fontos, hiszen a gyerekeknek, akik ugye rászoruló családokban nevelkednek, nagyon-nagyon ritka, hogy ilyen kerül akár az asztalra, vagy az ünnepi készülődés kapcsán ilyennel találkoznak, úgyhogy ezeknek is nagyon örülünk. Ezen felül pedig nagyon jó minőségű és tiszta ruhákat várunk, jó minőségű könyveket és játékokat, hiszen a gyerekek az osztás alkalmával, amíg a szülők átveszik az élelmiszercsomagokat, addig bizony válogathatnak a játékok és a könyvek között. Az adománygyűjtőpont december 1-e és 21-e között minden hétköznap 7 óra 30-tól 20 óra 30-ig, szombatonként 8 óra 30-tól 15 óra 30-ig várja az adományokat. Az adományosztás 2018. december 21-én, pénteken 12 óra és 17 óra között lesz városunkban. Az osztás december 21-én pénteken lesz, itt a Castrum Center rendezvénytermében. 12-kor kezdjük, és kezdődik az osztás. Ajánlatos az elejére jönni, bár általában már sor szokott állni a kezdés előtt is. És itt mindenki, aki úgy érzi, hogy szüksége lenne a karácsony közelettével, akár élelmiszerre, akár a gyerekének egy könyvet szeretne ajándékba, vagy a ruhák között válogatna, mindenkit várunk tényleg nagyon sok szeretettel. Ide a helyszínre várunk mindenkit 12 órától egészen este 5-ig. Nagyon örülünk, hogy akik ugye itt adományoznak, azok a Szentendrén és a Szentendre környéken élő rászoruló családoknak, időseknek és szociális gondozottaknak segítenek, tehát ezt nem kell beszállítanunk a budapesti központba, hanem abszolút itt helyben maradnak, és a környékbeli és a városi rászorulók kapják. Varázsoljunk mosolyt együtt idén is több ezer nélkülöző gyermek és felnőtt arcára karácsony estéjén. Olvasható a Szentendrei Szolgáltatóház hivatalos közösségi oldalán. Végül a várható időjárásról. Pénteken legfeljebb nyugaton indulhat párásan a reggel, napközben kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Többfelé megélénkülhet az északkeleti szél, hajnalban több helyen lehet fagy, napközben 8-12 fok valószínű. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. November végével lemond dr. Török Balázs, városfejlesztési alpolgármester. A feladatot 2010 óta látta el, döntését a polgármester elfogadta. Szentendre szolgálatában eltöltött 8 év után dr. Török Balázs, városfejlesztési alpolgármester tájékoztatása szerint tisztségéről november 30-ával mond le.
A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT értesíti a helyi lakosságot, hogy ivóvíz közműhálózat karbantartási munkák miatt 2018. november 16-án és 19-én 8 órától 17 óráig nyomáscsökkenés, az ivóvíz szolgáltatás szüneteltetése várható Szentendre településen, az alábbi területen: Lévai utca, Kovács László utca, Lehel utca, Lehel köz. Karácsonyi adománygyűjtés lesz 5. alkalommal a Szentendrei Castrum Centerben, a Mikulás gyár Szentendrei gyűjtőpontjában december 1-e és 21-e között. Önök a Szentendre Ma című hírmagazinunkat látták itt a TV Szentendrén. Ha tehetik, maradjanak velünk, mert hamarosan Fókuszban című magazin műsorunk következik. Legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket friss hírmagazinnal. Ha még több helyi híre kíváncsiak, nézzék meg a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat. És ahogy azt már tudják, Facebookon is csatlakozhatnak hozzánk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!